A Központi Választási Bizottság felhívja a választópolgárok figyelmét, hogy július 15-ig van lehetőség a szavazás helyszínének ideiglenes megváltoztatására. A lakcímétől eltérő helyszínen szavazni szándékozó polgároknak fel kell keresni a tartózkodási helyük szerinti állami nyilvántartási központot, és be kell nyújtaniuk az ezzel kapcsolatos kérvényüket. Az ügyintézés meggyorsítása érdekében a bizottság megkönnyítette az ideiglenes átjelentkezés folyamatát. A nyilvántartási központ adatai szerint eddig 26 ezer polgár élt az ideiglenes átjelentkezés lehetőségével. Július 3-án újabb 32 megfigyelőt jegyzett be a Központi Választási Bizottság, akik részt kívánnak venni a július 21-ére kiírt előrehozott ukrajnai parlamenti választásokon. 19-en az Ukránok Világkongresszusától és 13-an az Amerikai Ukrán Kongresszusi Bizottságtól. Ezzel az ukrajnai előrehozott parlamenti választásokon részt venni szándékozó hivatalos megfigyelők száma elérte a 313 főt. 5-en hivatalos külföldi megfigyelők, 380 pedig 9 nemzetközi szervezetektől érkező hivatalos megfigyelők.